Kedves közönségünk, igen, jól látják, ez nem én vagyok, és azt is látják, hogyha közelebb mennek a képernyőhöz, hogy ki van ezen a fotón, ezen az óriás plakáton, a révész. Pestiesen szokták használni, helytelenül, a határozott névelő használatát, a személynév előtt itt lehet. Mert ő tényleg a révész, aki egyébként Nyíregyházán koncertezik nem sokára. A szervezője Csénagy Zoltán itt a stúdióban. Szervusz Zoltán. Szervusztok. Aki maga is a rock and roll életforma megjelenítője, hogy neked is van zenekarod, ezt azért mondjuk el. Igen. Ez a? Diamond zenekar. Diamond zenekarnak vagyok az énekese mellette, de hát ugye koncertszervezéssel is foglalkozom ritkán, évente egy-két alkalommal. És miért pont révész, és miért pont most? Hát azért révész, mert ugye a Diamondot azt 86-ban csináltam, és előtte 85-ben révész, mikor utoljára itt volt, én ott voltam azon a koncerten, és akkor én, mivel akkor már énekeltem évek óta itt a város házasságkötőtermében, akkor azt mondtam, hogy én is rock énekes leszek, tehát ő nekem egy nagy ikon. És nem rock and roll-t énekeltél a házasságkötéseken vélhetően? Nem. Akkor természetesen odaillő történetek voltak, amik ugye a akkori szokásos névadók és egyéb esküvők is. Tehát a révész nyíregyházi fellépése volt az, amikor te döntöttél a pályaválasztásodban? Ide. Persze, hogyne. Hát akkor ez egy persze. Katartikus élmény volt. Így van. Akkor nem véletlenül használtad az a névelőt? Uh-huh. Hát igen, hogy a révés, hogy igen. Most ne nézz butának, én tudom ki ő a korosztályomból, de ki a révész? Hát ha valaki nem tudja, fiatalabbak. Jó a kérdés, ugye nyilván fiatal a korosztály, nem biztos, hogy mindenki tudja. Hát ami a pályáráról esetleg kiemelendő egy pár gondolatban, hát hogy ugye 20 éves korában nagyon fiatalon került a 70-es évek legelején a Generál együttesbe, ahol rengeteg slágert énekelt, ugye Csengesbe hozzám jó barát, és húz meg jobban menjen a munka, mai napig halljuk minden nap a rádió, csak esetleg a fiatalság nem tudja kötni hozzá, nagyon érdekes hangszínével. Utána pedig jött egy másik sláger tarolási rész nekik, úgy mondható, amikor a 70-es évek közepén, 75-ben megalakult a piramis, ugye. Mm. És 75-től ugye egész a záróráig, amíg ugye a feloszlottak 81-be, addig, vagy 79-be, addig révész volt, 6 év volt, igen, 81-be, addig ugye révész volt, és hát ugye nem kell mondani, szállj fel magasra, ha volna két életem, és reggel is sorolhatnánk ezt a rengeteg az ő hangjával elhíresült slágert. És akkor, ha már itt tartunk a munkásságnál, akkor utána fontos, hogy elérkezzünk a 85-höz, amikor ugye egy picit visszavonult és külföldön dolgozott, és utána jött az első szóló lemeze, azt nagyon emlékeztek biztos rá, nem tudtam, hogy így fáj. Annyi minden megtalált, nem tudtam, hogy így fáj. Nem tudtam, hogy így fáj. Ez egy szuper szóló lemez volt, és annak a 85-ös albumnak a koncertjét csinálta itt utána az Ify Parkban. Akkor te kész lettél. Attól én kész lettem, és azóta én nem járt itt. És 30 éve. Igen, 30 éve pont. És pideje volt már. Igen. És akkor utána a szóló munkássága az hozzátartozik, hogy ritkán csinál egy-két lemezt, de azok nagyon ütnek. És akkor most ezeket így csukorba fogva lesz egy nagy két órás koncert. Mit hallhatunk majd itt? Hát egyértelmű, hogy az ő munkásságát kiemelve nyilván a Generál, a piramis és a szóló lemezei dalait fogja összesűríteni egy egyvelekbe, de hát nyilván azért nem árulok el nagy titkot, hogy a legnagyobb slágerek megszólalnak, szállj fel magasra, hozzáteszem akusztikus formában. Mindenki tudok biztatni, hogy jöjjön el a rendezvényre, akar érdekességet látni, mert én már azért most az elmúlt időszakban két koncertjén is voltam, és minden híreszteléssel ellentétben sokan kérdezték, hogy nem azért szállt ki a piramisba. Hát vannak ilyen mendemondák, hogy a hangja, stb. Tehát ugyanabban a fényébe tündököl, mint valaha, és úgy leénekli a két órát, hogy szerintem aki ott lesz, az nem nagyon kap levegőt. Milyen formáció vajon? Kik kísérik majd el? Ez nagyon érdekes. Hozzátartozik az előadásukhoz, hogy ez egy akusztikus, tehát nagy hanggal, nagy fényjel nyilván, szabadtéri nagy színpadon ez egy nagyon nagy produkció lesz, és akusztikus formában. És Horváth Ákos és Nagy Gergő fogják akusztikus gitárokon és egyéb hangszereken kísérni, plusz vokálozni. Tehát egy ilyen intellektuális koncert hangulatot szokott ő. Ami ráadásul több is lesz, mint egy koncert, mert olvassuk, hogy további programok is lesznek. Ez egy komplet este ezek szerint. Ez nagyon jó, mert ezt úgy gondoltuk, hogy először is nagyon szépen köszönöm a Hotel Barbizonnak a helyszínek, ahol ez egyáltalán létrejöhet, mert egy különleges helyszínt kerestünk neki, úgyhogy az ő a Barnának is egyáltalán a háznak a támogatását is első perctől tetszett az ötlet.
És akkor sokat gondolkoztunk, hogy egy kicsit ilyen retro estét csinálnánk, és akkor úgy jött az ötlet, ugye, hogy tudni kell, hogy itt aki eljön erre a rendezvényre, az három programot is, tehát egy egész hajnalig tartó őrület lesz. Utána vége lesz a, hát akkor onnan kezdenénk, ugye lesz egy nagy koncert, a nagy koncert után lesz egy tombola sorsolás, ami nem a szokványos, hogy vegyenek tombolát, hanem ez arról szól, hogy akik megtiszteltek minket, azok között értékes tárgyi élmények lesznek kisorsolva, úgymond grátisba. Ezután lesz egy Diamond Akusztik, ugye az együttesemmel fogunk a belső színházterembe egy Diamond Akusztik koncertet tartani, ahol vendégünk lesz Cserei Csaba Romániából, aki sokat látunk a Zorán oldalán, sokat zenélnek együtt, vele fogunk zenélni, és azután még mindig nincs vége a történetnek, lesz még egy retro diszkó is, ahol nyilvánvalóan azokat a dalokat fogják majd, gondolom, lemezről megszólaltatni. Tehát táncos est, nép összejövetel. És nagyon-nagyon fontos, hogy készülünk a koncert után, rögtön a tombola után még készülünk dedikálással, tehát érdemes lesz jönni, mert találkozhat a közönség részben. A helyszín már tudjuk. Mi az időpont? Jövő héten pénteken, szeptember 18-án, 20 órakor kezdődik. És tehát a Tirpák Fesztivál előestéjén, tehát azért mondom, hogy teljes szabadidős programot szeretne valaki, az megkapja nyíregyelben. Igen. Ha esetleg még egy gondolatot lehet mondani, hogy ugye nyilván a városban ennek megy a reklámja, tehát ugye itt országos hálózat által mennek itt a jegyeladások, de hogy ezek csütörtök este már lezárulnak, és nyilván a helyszínen utolsó nap tartunk még egy jegyárusítást, de hát ugye az korlátozott számot, tehát hogyha elfogy, akkor így jártunk, tehát ugye már... Tehát Rock and Roll közlegények, ez a címe ennek a bulinak, ugye? És mi van idézőjelben? Hát azt nem tudom, mert a plakát szerkesztésére ugye nyilván megvoltak az alaptörténetek. De ő az tulajdonképpen. Hát gondolom, hogy persze nyilvánvaló saját magára céloz ezzel is a két kollégájára. Ennek a turnénak ez egy 4-5 állomásos turné most Magyarországon, és akkor ezt a címet kapta ez a kis turnécska. Köszönjük szépen a műsorvezetőnek, most azok nem mi vagyunk, vagy most igen, de ott viszont Csénai Zoltán lesz jövő péntek este 8-kor. Köszönöm szépen. Jó szórakozást. Köszönöm szépen. Tatást kívánunk. Köszönöm szépen.